Sziasztok! Ez a videó számomra nagyon izgalmas lesz, és remélem, hogy számotokra is, mivel rengetegen kértétek, gondolom én azért, mert ti is tanultok spanyol nyelvet, hogy készítsem el azt a videót, amiben az európai, illetve a mexikói spanyolnak a különbségeiről beszélek, mind a szavak, mind a kiejtés és minden más tekintetében. És bár számomra is nyilvánvaló az, hogy nem fogják nagyon sokan megnézni valószínűleg ezt a videót, mert tényleg csak azokat érinti, vagy hát nem tudom, hogy aki nem tanul spanyolt, vagy nem beszéli azt, az annak ez érdekes lehet-e, de arra gondoltam, hogy biztosan valakinek érdekes vagy hasznos lesz, illetve nekem is nagyon sok kedvem volt ezt elkészíteni, ugyanis végre én is összeszedtem magamban mindent, amit én tapasztaltam az utóbbi egy év során, vagy megkérdeztem egyébként a barátomat is, és akkor ő is mondott egy csomó mindent. Úgyhogy össze van nekem itt most gyűjtve kategóriánként minden, úgyhogy ássuk is bele magunkat. Azt, amit mi mondjuk az iskolában tanulunk spanyol, az egyértelműen az európai spanyol nyelv. És abból is szerintem, amennyire én hallottam ki, inkább a madridi és a közép-spanyolországi nyelvet mondanám, mert ahol én voltam délen, ott azért bőven találkoztam olyan emberekkel, akik úgy ejtették ki a szavakat, amihez én nem voltam hozzászokva. Szóval, mindeközben a világ másik felén, Latin-Amerikában, a különböző országokban szintén különböző spanyol szavak jelennek ugye meg, és különböző módon ejtik is ki azokat. Tehát én egyelőre azt meg tudom mondani, hogy ha valaki mexikói spanyol beszél, illetve argentin spanyol beszél, ezt a kettőt hallom még ki az európaihoz képest, de a többit meg nem tudnám mondani, szóval, hogyha valaki nem tudom Venezuelában jön, én meg nem tudnám mondani, hogy ő onnan van, de például Emilio meg tudja mondani, hogy ja igen, itt a sorozatban ez a kibeszélő, akkor venezuelai. Szóval az, aki anyanyelvileg a spanyol beszéli, az meg fogja tudni érteni bármelyik másik országban is a spanyol anyanyelvű embereket. És például, hogyha egy könyv spanyol nyelven íródott, egy európai spanyol mondjuk írta azt, akkor is bármelyik spanyol anyanyelvű országban azt meg fogják érteni, annak ellenére, hogy talán egy olyan szó van benne, amit ők nem használnak, de általánosságban megértik. Na most kirohantam, egy könyvem értem, amit még eszembe jutott, hogy meg akartam mutatni. Ezt Mexikóba kaptam meg. El Mexicanario, ez a neve, szóval egy ilyen mexikói szótár féleség, aminek az a lényege, hogy Mexikónak a különböző államainak a nyelvjárása van benne. Szóval, most megpróbálom megmutatni. Aguascalientes, a város, ahol én voltam, az államnak is ez a neve, és itt vannak róla adatok, illetve vannak különböző szavak, és ahogyan Emilióval és a barátaival ezt nézegettük, kiderült hamar, hogy Mexikó is, mivel egy hatalmas országról beszélünk, vannak olyan szavak, amiket egyes államokban használnak, de csak ott, és próbálták így kitalálgatni, hogy mi mit jelent, de nagyon sokszor nem tudták megmondani, hogy az az adott mexikói szó mit jelent, mert másik államban használják. Úgyhogy ez az egész könyv igazából erről szól, úgyhogy ez is bizonyítja azt, hogy mennyire különböző egy országon belül is akár a spanyol nyelv. Na de térjünk rá a különbségekre. Az első különbség, ami nekem feltűnt, az egyértelműen ugye a szavak voltak, és ebből elmondom nekem a kedvencemet. Szóval az ahora azt jelenti, hogy most spanyolul, és az ahorita az pedig mexikóiul jelenti azt, hogy most. És szóval ők azt, hogy ahora, azt nem is azt, hogy nem használják, nagyon-nagyon ritkán, talán ilyen két hónapban egyszer, hogyha hallom, hogy Emilio mondja egy külön szituációra, de alapvetően azért van ez a különbség, mert hogy az ahorita az azt jelenti inkább, hogy ilyen mostanában, mostecskán, mert hogy a mexikóiaknál nincs olyan, hogy most jelenleg valamit kell csinálnod, hanem csak olyan, hogy hát így valamikor mostanában megcsinálom majd a teendőimet, szóval szerintem nagyon-nagyon vicces, egy ilyen tipikus halogatásra emlékeztet, és na ez például olyan különbség, ami nekem nagyon tetszik, nagyon-nagyon hamar átálltam, és utána fura is volt, mert volt olyan még, hogy egy spanyolal beszélgettem, és véletlenül azt mondtam, hogy ahorita, és akkor egy kicsit olyan kínosan éreztem magam, hogy nem akarok mexikóinak tűnni, csak már megszoktam, hogy így beszélek, szóval igen, egyébként még annyi, hogy én is a mexikói spanyolt beszélem Emilióval, mert ő tanította meg, és hogyha vele beszélek, miért ne beszélném azt. Úgyhogy ja, szóval ez az első különbség. Aztán, amiket még felírtam, mexikóiul, azt, hogy mondjuk mennyire menő valami, vagy milyen király, azt úgy mondanád, hogy que padre, vagy que guay, valahogy így. Ezt a szót még soha nem ejtettem ki. Míg spanyolul azt mondanád, hogy que chulo. A spanyolok folyamatosan azt mondják, hogy tío, ami a nagybácsit jelenti, és nekem ez nagyon-nagyon fura volt, amikor ott tanultam, mert úgy használják ezt a szót, hogy tío, mint hogy bro, talán így mondanám angolul, szóval ez az ilyen haver. A lányokra pedig azt, hogy tía, ezt használják, és folyamatosan ez volt, hogy mondanak valamit, és így tío, nem tudom micsoda. Mexikóban például ezt a güey szót használják. Az aki és az agi, ami ugye az itt-ott
spanyolul, az mexikóiul acá, allá. Ezt például én nem szoktam mexikóiul használni, nem tudom miért, egyszerűen így tanultam, minden egyes mondatomban kb. Benne van, szóval én ezt a mexikói verziót szoktam használni, de igen, ez is egy apró különbség. Gafas, az a szemüveged, míg Mexikóban úgy mondják, hogy lentes, ami a lencsék. Pelo, ami a hajat jelenti spanyolul, azt is Mexikóban egyáltalán nem használják, hogy pelo, az inkább az ilyen szőrzet, ami mondjuk az állatoknak van, szóval cabello, ezt a szót használják arra, hogy haj. Patatas, ami a krumpli spanyolul, Mexikóban azt mondják, hogy papas, illetve a chipsre is ugyanígy mondják, hogy papas, az a chipset is jelenti. És ami szerintem nagyon érdekes volt, és ez csak akkor esett le, amikor már Mexikóban voltam, az az, hogy a parkolás szóra, mint parkolni, azt tanultam, hogy aparcar. Elég egyszerű. Viszont Mexikóban azt mondják, hogy estacionar. Az estacion az a megállót jelenti, szóval igen, kb. Így behelyezed magad egy megállóba. És emiatt, hogyha megfigyelitek, ugye az E betűvel kezdődik, hogy estacionar, ezért a városban, ahol egy, mi megszoktuk, hogy mindenhol P betű van, ugye, mint parking, na most a mexikói városokban mindenhol egy E betű jelenti a parkolási lehetőséget. Szóval tök érdekes, hogy ilyen random P betűket sehol nem fogsz találni, hogyha parkolni akarsz. Ugye a kocsira jutott eszembe, hogy a conducir, ami a vezetni spanyolul, az Mexikóban pedig a manejar, ami szintén ugyanezt jelenti, csak más szóval. Úgyhogy amit látjátok, ezek olyan különbségek, amiket ahogyan én, pedig én csak tanultam a spanyolt, nem is beleszülettem, mégis meg tudok jegyezni, fel tudok ismerni. Úgy, akinek ez az anyanyelve, az nagyon-nagyon könnyen amúgy át tud állni, vagy megtanulni ezeket a szavakat. Oké, térjünk is át kifejezésekre, ebből most kettőt írtam fel. Az egyik a ¿qué onda? Ezt a mexikóiak használják, és úgy fordítanám, hogy mizu, mi a helyzet. A másik ilyen kedvencem pedig az equis, ami az X betűnek a kiejtése. Arra utal, erre nincsen egyébként magyar kifejezés, vagy magyar pontos szó, arra utal, amikor valami neked így tök mindegy, amikor, ja, talán ezt mondanád, hogy tök mindegy, szóval megkérdezi valaki, hogy narancslevet kérsz inni, vagy almalevet, és azt mondod, hogy equis, akkor ez ilyen mindegy. Szóval a nyelvtanból is felírtam egy-két dolgot. A legeslegfőbb, ami valószínűleg egy 10 perces beszélgetés után már feltűnhet az embernek, hogy a spanyolok ugye a többes szám második szemét úgy használják, hogy vosotros, szóval ugye megvan a ragozási táblázat mindenkinek, akkor ugye van egy olyan pont a ti részénél, hogy vosotros, és ugyanígy, amikor ragozol egy igét, például akkor azt mondod, hogy habláis, szóval, hogy ti beszéltek. És a mexikói nyelvben ez a vosotros, ez teljesen eltűnik, ez nem létezik ez a szó, hogy vosotros, és nem is használják. Ugyanúgy ragozzák a mexikóiak ezt, mint hogyha magáznának többes számban. Megpróbálom elmagyarázni. Szóval, ugye, hogyha magázol valakit, akkor azt a szót használod, hogy usted, és hogyha pedig többes számban vannak, akkor ustedes. És a T/2 esetre is a mexikóiak ezt használják, tehát ők azt mondják, hogy ustedes hablan. Ustedes hablaron. És ez azt jelenti, hogy ti beszéltetek. Azt mondom valakinek, hogy elmentem az étterembe a barátaimmal. Spanyolként azt fogja tőlem megkérdezni, hogy vosotros qué comisteis, szóval mit ettetek. És mexikóiként pedig azt fogja tőlem megkérdezni, hogy ustedes qué comieron. A mexikói ragozást használom mindig, és a vosotros már nagyon fura kiejtenem, vagy nagyon fura használnom. De nyilván fontos jól ragozni, mert mondjuk egy spanyol nyelvvizsgám, vagy bármilyen spanyol tanulmányok során majd muszáj a helyesen spanyolul használni. Aztán van még egy múltidő, ezt ne kérdezzétek, hogy melyik típus a múltidőnek, mert nagyon el vagyok veszve a nyelvtannal, de ugye van egy olyan múltidő, amit használnak, hogy e comido, has comido, ha comido, szóval amikor az aber igét ragozzátok, és az ido, ado, edo végződés kerül az ige végére. Például, amikor azt mondom, hogy mondjuk reggeliztem, e desayunado, vagyis az ugye ma történt, viszont hogyha tegnap reggeliztem, akkor desayuné, szóval akkor ez már egy lezárult cselekedet, és akkor másik igeidőt kell, hogy használjak. De nem vagyok nyelvtan tanár, szóval ezt is most csak úgy mondom, mint példa, mint ahogyan én tanultam és használnám. És a lényeg az, hogy Mexikóban ezt a verziót a múltidőnek, ha használják is, nagyon-nagyon ritkán, és ők is mindent egy darab múltidővel mesélnek el. Ezzel a legegyszerűbben, amihez ugye nem kell plusz szó, szóval ők úgy mondanák, hogy desayuné, comí, me levanté, és minden más, amit ma csinálsz, az is ugyanazzal a múltidővel van kifejezve. Még egy dolog, ami nagyon érdekes. Ugye vannak visszahatós igék, amik a spanyolban s-r-re végződnek. Például levantarse, azaz, hogy
felkelsz, ugye te magad, szóval, hogy felkelteni magamat, mert hogyha azt mondom, hogy levántár, az az, hogy valakit én felkeltek. És ugye, hogyha én mondjuk felkelek, akkor azt mondom, hogy levántárme, vagy levántárte, hogyha téged keltelek fel, és így tovább. És vannak igék, amik egyértelműen nem ilyen visszahatós igék, szóval az, hogy például enni, komer, az simán eszek, szóval, hogy ott nem magamat eszem meg, meg ott nem kell, hogy ezt használjam. Viszont a mexikóiban nem tudom, hogy miért, de valamiért ezt a se végződést, vagy se végződést nagyon-nagyon sokszor odarakják olyan szavakhoz, aminek nincs is így értelme, mert hogy mármint, hogy nem változtat semmit a jelentésén, mégis oda teszik. Például azt mondanák, hogy me comí una manzana, szóval megettem egy almát. Pedig az úgy van helyesen, hogy comí una manzana, és mégis odarakják ezt a me comí, mint hogyha a comerse igéről beszélnénk. És még sok ilyen eset van, amikor olyan szavakhoz, amik nem is visszahatósak, mégis oda teszik ezt a szerészt, és úgy ragozzák, és ezt a kindokolatlan, de mégis így csinálják. És itt is elmondom újra, hogy ettől függetlenül mindenki megért mindenkit, szól, ez sem okoz problémát, csak szimplán egy ilyen nyelvi, kulturális különbség. És akkor térjünk is át a kiejtésre. Na most a kiejtésben azért van nagyon-nagyon sok különbség, mert Mexikóra, mivel ugye az Egyesült Államok alatt található az ország, ezért nagyon-nagyon sok az angol ráhatás igazából a nyelvre, és rengeteg olyan angol szó van például, amit ugye mi magyarok is magyarosítunk, például wifi. Nem azt mondjuk, hogy wifi, hanem wifi. És Spanyolországban is azt mondanák, hogy wifi. Míg Mexikóban azt mondanák, hogy wifi. És rengeteg még felírtam pár ilyen szót, ami, mivel Mexikóba ugyanúgy érkezik az Egyesült Államokból, ezért ők tiszteletben tartva talán azt, hogy ez egy amerikai szó, ezért ugyanúgy használják azt, és a spanyolok, az európai spanyolok pedig ugye ezt európaisítják. Úristen, szóval, hogy mi magyarosítunk szavakat, ők is spanyolosítanak szavakat. Például azt mondanád spanyolként, hogy móvil, arra, hogy mobiltelefon, és Mexikóban azt mondanád, hogy celular. Aztán ordenador, ez a számítógép spanyolul, viszont computadora, mexikóiul. És az, hogy pincsár, az a spanyolul a klikkelni, míg mexikóiul azt mondanák, hogy clicar vagy dar click. És ami még nagyon nagy kiejtési különbség, amiből igazából egyből meg lehet mondani, hogy valaki spanyol, az az, hogy a C és az S betűt a mexikóiak eléggé ugyanúgy ejtik, S-nek. Míg Mexikóban az S-nek van egy olyan kiejtése, ami kicsit ilyen pöszébb, ilyen hang. Na, én ezt nem tudom kiejteni, nem tudom használni, soha nem beszéltem így, ezért is van szuper nagy akcentusom igazából minden egyes országban, ahol spanyol beszélnek, de nem baj. Egyszerűen nem tudom magamat, nem tudom ráöltetni. Ez olyan, mint hogyha mondjuk megtanulod az amerikai angolt, és akkor is így mert beszélnél angol akcentussal. A kettő között számomra a legnagyobb különbség az az volt, hogy a mexikóiak sokkal lassabban és sokkal érthetőbben beszélnek számomra, mint a spanyolok. És ez azért is van, mert Mexikóban sokkal kevesebb szóra van szükségük ahhoz, hogy kifejezzenek valamit, míg Spanyolországban ezt sokkal hosszabban fejezik ki, szóval már csak a múlt időből is, amit mondtam példát, ugye már plusz egy-két szó bekerül az, amiatt, hogy más múlt időt használnak, de ugyanis sokkal részletesebben és nagyobb szókincsel talán, nem tudom, írnak körbe dolgokat, ebből adódóan, hogy mégis egyszerre fejezzék be a mondani valót, sokkal gyorsabban beszélnek a spanyolok. Kicsit azért ott küzdöttem a megértéssel, illetve nagyon sokszor, ez már délen volt ott Andalúziában, de ott nagyon sokszor leharapták a szavaknak a végét. Azt például, hogy gracias, azt úgy mondták, hogy gracia, és így ennyi, szóval, hogy az S az eltűnt, és az a C betű is ilyen pöszép volt, vagy nem tudom, szóval, hogy nagyon hozzá kellett szokni ahhoz, hogy megértsd. Míg Mexikóban kicsit, hát nyilván ők meg tudják mondani, hogy akcentusom van, de hát én nem érzem a saját magam akcentusát, és kicsit úgy érzem, hogy úgy beszélnek, mint én. Szóval, ja. Például a ketchup, amit úgy ejtenek ki, hogy ketchup, Mexikóban. Annyira vicces, ahányszor valakitől ezt meghallom, én mindig elkezdtem nevetni, nem is értem, hogy erre hogyan lehet átszokni, szóval ketchup a ketchup helyett. És hogyha mexikóiként azt mondanád ketchup helyett, hogy ketchup, akkor tuti kinevetnének a mexikóiak is, és azt mondanák, hogy ezzel meg így mi történt meg, hogy gondolja meg, milyen sznob. Szóval vannak szavak, amiket Amerikához hülyen úgy használnak, ahogyan jött az angolból, de vannak szavak, amiket meg mégis mexikói verzióban használnak, és ott meg nagyon kínos, hogyha te elkezded ott angolosítani, vagy így nem tudom, elkezdesz te angolt játszani, vagy hát amerikait játszani, úgyhogy számomra is megfejtetetlen még egy csomó minden. És biztos vagyok benne, hogy vannak hiányosságok ebből a videóból, mert hát
Emilio sem tudott nekem mindent elmondani, meg még rengeteg dolog van, amivel én sem találkoztam így a mindennapi életben. Viszont, hogyha ti tudtok esetleg bármilyen különbséget, amit a latin-amerikai országok, Mexikó és az európai spanyol között lehet felfedezni, vagy bármi, amit titeket meglepett ebből a videóból, vagy bármiféle spanyol nyelvű gondolat, akkor nyugodtan osszátok meg velem a kommentekben, nagyon szívesen olvasnék még erről a témáról bármit, amit ti is gondoltok. És köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett azoknak, akik ezt tényleg kérték, és hogy tudtam bármi izgalmas infót mondani nektek, és hogyha bármilyen kérdésetek van, vagy kérdésetek még a spanyol nyelvvel kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg a kommentekben, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!